A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103. Kedves hallgatóink, nemzeti ünnepünkön március 15-én a felelős szerkesztő Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. 1848. március 15-e 170. évfordulóját ünnepli a magyarság országhatárainkon belül és kívül. Budapesten a Kossuth téren reggel ünnepélyes zászlófelvonással vette kezdetét az ünnepi program. Délután a parlament előtt Orbán Viktor miniszterelnök mondott ünnepi beszédet. Kossuth apánk idejében azt írták, Magyarország és Lengyelország két örök életű tölgy, melyek külön törzset növesztettek, de gyökereik egybefonódtak. Ezért egyiknek léte és ereje a másik életének és egészségének feltétele. Ma sincs ez másként. Ha Lengyelország erős, akkor Magyarország sem veszhet el. Ha mi vagyunk erősek, segíthetünk lengyel barátainknak. Ezért a békemenet most nem csupán a haza ügyéért való felsereglés, hanem Lengyelország melletti kiállás is. Tiszteletet Lengyelországnak, tiszteletet Magyarországnak! Ismét eljött a nap, tisztelt ünneplők, amely minden magyar ember szívét fölemeli. Az a nap, amikor magyar nyelven írták be a világtörténelem nagy könyvébe a szót, szabadság. Ezen a napon sokan jövünk össze, ünnepeljük a bátrakat, fejet hajtunk a hősök emléke előtt. Ma különösen sokan gyűltünk össze. A tisztelgésen túl ennek most különleges oka és célja van. Alig több, mint 3 hét múlva ismét Magyarország sorsáról döntünk, és ezen a választáson nem 4 év lesz a tét. Tudtam, hogy sokan leszünk, és tudtam, hogy elszánt arcokat fogok itt látni. Ma éppen erre van szükségünk. Komolyságra és elszántságra, mert ma komoly dolgokat kell megbeszélnünk egymással. Éppen olyan komoly dolgokat, mint 170 éve kellett. Mi vagyunk a 48-as forradalmárok és szabadságharcosok örökösei. Ezért épp úgy, mint 170 éve, ma is egyenesen és őszintén kell beszélnünk. Ha nem mondjuk meg világosan, hogy mi történik Magyarországgal, és miért történik, ami történik, akkor senki nem fogja megérteni. És ha nem értjük meg, nem is hozhatunk jó döntést 3 hét múlva. Ezért egyenesen, megalkuvás és szemérmeskedés nélkül kell beszélnünk. Petőfiék világosan megmondták, rabok legyünk, vagy szabadok. Mindenki értette, és mindenki tudta is, mi a válasz erre. Sok mindent vittünk már végbe közösen az elmúlt 30 év során, sok nagy harcot és emlékezetes csatát vívtunk meg együtt. De a legnagyobb dolog, amit életünkbe véghez vihetünk, a legnagyobb csata, amit együtt megvívhatunk, még előttünk van. És minden jel szerint éppen most van előttünk. A helyzet úgy áll, kedves barátaim, hogy el akarják venni az országunkat. Nem egy tolvonással, mint 100 éve Trianonban. Most azt akarják, hogy néhány évtized alatt önként adjuk át másoknak. Más földrészről érkező idegeneknek, akik nem beszélik a nyelvünket, nem tisztelik a kultúránkat, törvényeinket és életformánkat, akik le akarják cserélni a miénket a sajátjukkal. Azt akarják, hogy mostantól egyre inkább nemi, és ne a mi leszármazottaink éljenek itt, hanem valaki mások. Nincs ebben semmi túlzás. Nap mint nap látjuk, hogy nagy nyugat-európai népek és nemzetek
lépésről lépésre, kerületről kerületre, városról városra veszítik el az országukat. A helyzet úgy áll, hogy azok, akik a határaiknál nem akasztják meg a bevándorlást, elvesznek. Lassan, de biztosan felemésztik őket. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét hallották, aki délután a parlament előtt mondott ünnepi beszédet. Miskolcon az Erzsébet téren Csöbör Katalin országgyűlési képviselő belső mércének és erkölcsi iránytűnek nevezte 1848-at. Szabadság és függetlenség. Ez két olyan fogalom, amire nem gondolunk folyamatosan. Elavult, idejét múltnak tartjuk sokszor. Azonban, ha ezt nélkülözzük, akkor folyton rájuk gondolunk. És így volt ez 1945 és 90 között is. Nem volt meg a szabadságunk, a függetlenségünk, mert idegen hatalom, idegen birodalom, hadsereg megszállása alatt álltunk. Aztán kivívtuk ismét a függetlenségünket és a szabadságunkat. De úgy gondolom, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves miskolciak, hogy 28 év után a szabadságunkat, a függetlenségünket ismét veszély fenyegeti. 1848 tavaszán is így volt, forradalmak törtek ki Európa szerte. És most úgy látjuk, hogy ismét lázadnak Európa népei. Látszólag még minden rendben van, folytatódik az ész nélküli fogyasztás, a világturizmus, azonban a jelek egyre erősödnek. És mi pedig, 48 örökösei, még józanabbak vagyunk. A szemünk még élesebb a jelekre, és a füleink még érzékenyebbek az idők szavára. Tudjuk, hogy a történelmet nem lehet előrehozni, nem lehet feltartóztatni sem. Azt is tudjuk, hogy a Kárpát-medencében minden úgy történik, ahogy előre el van rendelve nekünk. Azonban van egy lehetőségünk. Ha veszély közeleg, ha veszély fenyeget, és ezt mi látjuk, akkor azt fékezni kell. És ma ez is forradalmi tett. Azt is tudjuk, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy a harmadik világ népei elképesztő nyomorban élnek. És azt is tudjuk, hogy elképesztő módon szaporodnak. De ennek a helyzetnek a megoldása nem lehet az, amit egyes felelőtlen pénzmágnások és néhány európai politikus akar, hogy betelepítsük őket. Mert először csak egymillió emberről van szó. Aztán majd 5 millió lesz. Aztán majd 10 millió lesz. És annyian lesznek, mint mi magyarok, vagy többen. És akkor ezek az urak, akik ezt kitalálták, széttárják a kezüket, hogy jaj, bocs, mi ezt nem így gondoltuk. Ők akkor már talán a saját magánszigetükön lesznek, mi pedig még mindig itt leszünk magyarok. Még mindig itt fogunk élni Borsodban, és itt fogunk élni Miskolcon. És akkor már késő lesz kapkodni. Ezért kérem önöket, fogadjuk el a miniszterelnökünk tanácsát. Védjük meg a nemzeti függetlenségünket, a szabadságunkat, az önállóságunkat, és együtt, közösen. A megosztó politizálásnak egyszer már megittuk a levét, akkor elvesztettük az országunk kétharmadát. Ezért mondjuk mi azt, hogy meg kell állítani a brüsszeli politikát, meg kell védeni a határainkat, és meg kell állítani azokat az ellenzéki politikusokat, akiknek nem fontos a magyar szabadság és önállóság. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Csöbör Katalin országgyűlési képviselőt hallották, aki Miskolcon az Erzsébet téren mondott beszédet. Kriza Ákos Miskolc polgármestere az ország első egész alakos Kossuth szobra előtt úgy fogalmazott, most is az 1848-as erőre és elszántságra van szükség ahhoz, hogy cselekvően tenni tudjunk a nemzet függetlenségéért. Eredményeket csak úgy lehet elérni, értékes tetteket, akkor lehet megvalósítani, ha jobbító szándék mögé állva összefogunk annak véghezvitelére is. Ezért történelmi léptékű az érdem és eredmény, amit 1848-ban elértek. És ezek az elvárások
ma is aktuálisak. Sok véráldozat kellett ahhoz, hogy ezt így érezhessük ma is. Értsük Széchenyi István szavait, tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn. Tanulnunk kell a múlt buktatóiból, de meggyőződésem, hogy Magyarországnak és az itt élőknek ma minden nehézség ellenére is biztos és stabil a jövője. Tisztelt ünneplő közösség! Azokat az elveket és szándékokat, amelyeket 1848-ban a nemzet egyetértésével 12 pontban foglalták össze, az első felelős és szabad magyar kormány tiszte volt megvalósítani. A Batthyány kormányba Miskolc is adott egy nevezetes reformer politikust, Szemere Bertalant, a belügyminisztert, a térség felelős országgyűlési képviselőjét. Szabadság és hazaszeretetből a miskolci polgárság 48-ban is példát adott. A forradalom emlékének tisztelete elevenen él városunkban, ahol az országban elsőként állítottak Kossuth Lajosnak egész alakos szobrot. Tanulságul a mának arra, hogy összefogással és felelősséggel jelentős, a közösség javát szolgáló tetteket vihetünk végbe. Kossuth Lajos egy látomásos gondolatában úgy fogalmazott. A haza örök, és nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz. Érvényes gondolat ez, ha hazánknak egy kis szegletéről, városunkról van szó. Miskolcon nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, ami van, hanem az iránt is, amely lehet és lesz. A lesz, vagyis a jövő szempontjából reménykeltő tény, hogy városunkból megállt az elvándorlás. Ez a stabilitás és kiszámíthatóság felől nézve egy nagyon jelentős eredmény. Arra ösztönöz, hogy még többet dolgozzunk, városunkért, és egyre vonzóbbá tegyük Miskolcot. Így tesszük. A város ma munkahelyeket kínál, országosan előkelő helyen álló turisztikai célponttá, kulturális központtá váltunk. 1848 fiatalsága cselekventett a parlamentáris demokráciáért, a nemzet függetlenségéért. Erre az erőre, elszántságra van szükség ismét és mindig. Miskolc legyen a jövőjé, legyen a fiataloké. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kriza Ákos Miskolc megyei jogú város polgármesterét hallották, aki az 1848-49-es forradalmi szabadságharc 170. évfordulóján Miskolcon mondott beszédet. Anna, hírmagazin a Csillagpont Rádióban. Az 1848-49-es forradalomi szabadságharc 170. évfordulójáról világszerte megemlékeznek a magyarok. A tengeren túlon, az Amerikai Egyesült Államokban szombaton tartják a főkonzulátuson a megemlékezést. A Kossuth Lajos koszorúja alapítvány delegációja március eleje óta New Yorkban tartózkodik, ahol megkoszorúzták Kossuth Lajos szobrát, illetve elvitték oda Kossuth Zsuzsanna, az első magyar ápolónő festményét is. New Yorkból dr. Mezei László, a Kossuth Lajos koszorúja alapítvány elnökét hallják. Március 3-án indultunk Miskolcról New Yorkba a hosszú messzi útra. Azzal a céllal, hogy Kossuth Zsuzsanna, aki Kossuth Lajos legkedvesebb, legkisebb húga volt, festményét magunkkal hozzuk. A festményt gróf Nyári Éva asszony festette a múlt évben 200 éves Kossuth Zsuzsanna születésének évfordulóján. Felkért és megkért, hogy ezt New Yorkban egy alkalmas megfelelő helyre helyezzük el. A másik küldetésünk pedig természetesen a március 15-i rendezvény megtartásán való részvétel, ugyanis 90 évvel ezelőtt 448 nagyszerű magyar itt volt New Yorkban a Kossuth szobor leleplezésén, állításán. A delegációt Báró Perényi vezette, akivel együtt érkezett a 488 magyar között anyai nagyapám, Schulz János. Schulz János Monok község bírája volt hosszú-hosszú időn keresztül, több mint 18 évig. Az Alispán, Zempli vármegye Alispánnak érte őt föl, hogy képviselje a óhazát, az új hazákban, legyen jelen a Kossuth szobor avatásán. New Yorkba érkezésünket követő harmadik nap
Magyarország New York-i főkonzulátusának vezetője, Kumin Ferenc nagykövet úr fogadott minket. A találkozón sok-sok mindenről szót esett, többek között arról, hogy milyen események és rendezvények lesznek a főkonzulátus szervezésében. Ezekre a rendezvényekre mindegyikére kaptunk meghívást. A hétfő napon már ott voltunk az első nyitó rendezvényen, azaz tegnap. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úr tartott egy ünnepi beszédet, és ezt követően zenei koncerten vettünk részt, majd három magasrangú kitüntetést adott át a miniszter. Rendkívül jó volt magyarokkal, amerikai magyarokkal találkozni, beszélgetni, sok-sok gondolatot megosztottunk, és rendkívül nagyra becsülték Nyári Éva festményét, Kossuth Zsuzsanna olajportréját. Itt Amerikában a munkanapok nagyon feszesek, úgymond mivel március 15-e számukra nem ünnep, ezért munkanap. Ebből következően a főkonzulátus 17-én 13 órára szervezte meg a nagy rendezvényt, ez szombat, és ezen az eseményen gondolom nagyon sokan ott lesznek, el tudnak jönni a hétvége a szombati munkaszüneti nap miatt. Anna, hírmagazin a Csillagpont Rádióban. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője, Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Az egészséges táplálkozás egyik alapvető feltétele, hogy kalciumban gazdag élelmiszereket együnk. Szakértők a mai napig is vitatkoznak azon, hogy a tej és a tejtermékek mennyire jók szervezetünknek. Természetesen mindenkinek figyelembe kell vennie az esetleges érzékenységét bizonyos tejtermékekre. Egyben azonban szinte minden élelmezés kutató egyetért, a tejben és a belőle készített élelmiszerekben nagyon sok nyavelem található, amelyeket egyszerűen és relatíve olcsón bevihet a szervezetünkbe. A Magyarországon készített sajtok például jó eséllyel megállják a helyüket a külföldi piacon is. A magyar fogyasztók úgy döntöttek, hogy a körös tej új csomagolású és új ízvilágú sajtja kapja 2018-ban a NIVO díjat. Lakatos Ferenccel, a Körös tej Kft. Egyik üzemének vezetőjével beszélgetett Monos Márta. Törekedtünk arra, hogy a fogyasztói szokásoknak megfelelő terméket fejlesztünk ki, aminek ugye a felhasználhatósága nagyon praktikus, tehát ugye akár kenyérre, vagy akár ugye húsételek, vagy zöldségköretek mellé is felhasználható. És ugye mivel, hogy mondjam, olyan nagy varázslat nincs benne, csak ugye a megfelelő technológiát kell megtalálni, ugye az összetevőket is úgy választottuk meg, hogy a fogyasztók számára ugye elérhető kategóriába kerüljön a piacra. Hát a jó minőségű sajt ugye az alapanyagtól lesz igazából jó. Tehát, hogyha megfelelő minőségű tejet használunk fel, azt megfelelő módon kezeljük, akkor nagyon jó minőségű termékeket lehet előállítani. Mindenféleképpen ugye segíteni tud a vásárlásban, hogyha az ember tudja venni a fáradtságot, hogy megnézi az összetevőket. Ugye, hogyha az összetevők között a tej szerepel, nincs adalékanyaggal telenyomva, akkor ez a termék ugye bármely árkategóriában jó lehet. A köröstej csoportra azért az igaz, hogy a termékeink jelentős részét ugye az exportpiacon értékesítjük. A vevők elvárásainak megfelelően különböző technológiai variációk azért léteznek, tehát az adott vevői igényt, hogyha felmerül, egy picit más ízbe, picit más összetételbe kéri a terméket, ugye mi ezt akkor annak megfelelően gyártjuk. Kulturális hírcsokorra folytatjuk, Himmel Bertalan következik. Március 21-én 18 órától 21 óráig New Orleans zenés vacsorás Sulák Andreával a Népkerti Vigadó és Söröződőben. A felújított Népkerti Vigadóban fellép a Miskolc Dixieland Band, valamint sztárvendég lesz ez alkalommal Sulák Andrea. A belépők válthatók vacsorával és vacsora nélkül is. Március 22-én 17 órától Fekete Zoltán kiállítás megnyitójára kerül sor az Ifjúsági Ház fotógalériájában. A kiállított anyag érdekessége, hogy régi korok technikájával készített képeket állítanak ki. A tárlaton 19. századi fotográfiai eljárásokkal készült kortárs alkotásokat tekinthetünk meg. A kiállítást megnyitja Horváth Szandra, mint házigazda, és Szondi Sándor, népi iparművész és a magyar népművészet mestere.
A Ludas Matyi előadása március 23-án 14 órától várja a gyerekeket az Azi Endre Művelődési Ház. A napraforgó meseszínház zenés produkciója humoros formában mutatja be a furfangos szegénylegény történetét. A vidám játék a kicsik nagy mulatságára szolgál, és még a szülők is remekül szórakozhatnak. Jegyár gyerekeknek 500 forint, felnőtteknek 800. Március 24-én gyermektáncház lesz a Vörösmarty Művelődési Házban 10-től 12 óráig. A kézműves foglalkozással egybekötött rendezvény az újrahasznosítás jegyében valósul meg. A Szárnyaskerék Egyesület és a Vörösmarty Művelődési Ház havonta közösen szervezi ezt a rendezvényt. Kicsiktől a nagyokig mindenkit szeretettel válnak. A talpalávalót a Csender zenekar húzza, a táncokat oktatja Nagy Izabella Bernadett. Támogatói jegy 500 forintért váltható. A Miskolci Nemzeti Színház hétvégi műsora. 16-án pénteken Marica grófnő, operett két részben, 15 órától a Nagy Színházban bérletszünet van ez alkalommal. Marica grófnő szerepében Eperjesi Erika, karmester Cser Ádám. Ugyanezen a napon Hóhérok, fekete komédia, 19 órától a Kamerában, upor, arany, ezüst bérletek érvényesek. Rébles színmű 19 órától a Játékszínben. 17-én szombaton pedig Hóhérok, fekete komédia 19 órától a Kamarában, Latinovics aranyezüst bérletek érvényesek az előadásra, valamint ugyanezen a napon Rébles színmű 19 órától a Játékszínben. Május 6-án 19 órától a Művészetek Házában Kovács Kati Symphonic Life koncertjére kerül sor. Kovács Kati Kossuth és Liszt Ferenc díjas előadóművész, színésznő, dalszövegíró, minden idők egyik legkiemelkedőbb, legsikeresebb magyar énekesnője, élő nagy koncertet ad zenekarával, valamint a szimfonikus kísérettel. A Budapesti Tavaszi Fesztivál után először Miskolcon lép föl ezzel a programmal. A művésznő már több mint 50 éve van a pályán. A Művészetek Házában megrendezésre kerülő koncert e gazdag, páratlan életmű sokszínű világába kalauzolja a hallgatóságot. Közreműködik a Brass for Fúvós Team, Koncz Tibor zongorán, valamint Kovács Kati kísérőzenekara, zenekarvezető Kolta Gergely, illetve a Monarchia Kamarazenekar, zenei vezető Kalmus Pál. Május 5-én a Művészetek Házában mutatják be a Dzsungel könyve című műzikelt Dés László, Geszti Péter, Békés Pál alkotását. Ezúttal a Harlekin Báb Színház előadásában tekinthető meg a darab. Az előadás időtartama szünettel együtt 140 perc, a programot 3 éven aluli gyermekek nem látogathatják. A Nap, a Csillag.rádió hírmagazinja. Műsorunk végén nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem megtisztelő figyelmüket a magam és a műsort készítő kollégáim nevében is. A Csillagpont Rádió riportjait, tudósításait, illetve a DVTK híreket, valamint a NAP című híres esemény összefoglalót természetesen visszahallgathatják weboldalunkon is. Látogassanak el tehát a csillag.radio.hu weboldalra, de követhetik munkánkat a Facebookon is, illetve más közösségi portálokon is. Mi csak örülünk, hogyha figyelnek ránk. További jó rádiózást, jó egészséget kívánok önöknek. Németh Csabát hallották. A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillag.rádió. FM 103.